Rádió Konyhában Buza Sándor, rádiós és televíziós műsorvezető, szerkesztő, ex-főnököm, ex-kollégám a vonalban. Eszembe jut, Sanyi, akkor én így rád azt mondom, hogy te egy életvitelszerű hedonista vagy. Te gondoltál már így magadra, vagy szerinted fekszik ez a meghatározás? Először is köszöntöm a hallgatókat, meg téged is. Alapvetően így ennyire összeszedettem nem gondoltam magamra, de igen. Na de egyébként, ugye te sosem csináltál abból titkot, hogy zalai vagy, de abból sem, hogy szeretsz enni és főzni. És ugye ráadásul Magyarország első online főzőiskoláját is te indítottad el, a laptop konyhát. Mi az a te konyhádban, a te gasztronómiádban, amit a zalai gyökereidnek köszönhetsz? Voltak éppen minden, az alfától az omegáig. Én azt sem titkoltam soha, hogy nekem paraszgyomrom van, és ezt így kimondva, hogy paraszgyomrom van, én azt hiszem, hogy ez determinálja azt, hogy miről tudunk innentől kezdve beszélgetni. Húsról, zsírról, édességről, keltésztákról, süteményekről, nagy hurkákról, nagy kolbászokról, nagy sonkákról és töpörtyűről. És semmiféle zöldségről nem, még csak ki se ejtsem a számon azt a szót, hogy zöldség. Azért zöldséget is fogyasztok, hiszen azért annak idején ez a Szent Három az úgy nézett ki, hogy akkor, amikor a gyerek kezébe odaadták a nagy darab kenyeret, akkor azért ki lehetett szaladni a kertbe, letörni egy nagyon szép üde zöld paprikát, és akkor ahhoz még jutott a kenyére el egy kis szalonna, vagy egy kis kolbász darab, akkor megvolt, vagy töpörtyét, akkor megvolt a Szent Háromság. Hát gyerekkoromban erre még nem ittam kisfröccsöt, most már néha igen. 50-es évek végén, a 60-es évek elején voltam egy falusi gyerek, ráadásul Zalában. Abban az időszakban az egész Zala, Vas, Hetés, Gyöcsei környék az egy nagyon zárt terület volt, hiszen már onnantól kezdve jött a nyugati világ, amihez ugye még oda se lehetett menni, közel még a kerítéshez sem. Ja. Tehát ott a paraszt emberek azok teljesen önellátásra rendezkedtek be. Mindent meg tudtak termelni. Nekünk mindig nagy gazdaságunk volt, de azért volt nagy gazdaságunk, mert a nagypapám, a Vendel, a Buza Vendel, ő állatkereskedő volt. Édesapám meg édesanyám, ők teljesen polgári foglalkozást űztek, édesapám közgazdász, édesanyám tanítónő volt, úgyhogy ebből a szempontból, amit én örököltem, így a paraszti életből, meg a vénából, az a nagymamám volt, mert ő velünk élt, és én nagyon sokat voltam vele. Amikor a nagymamám sütött, főzött, és ő nagyon nagy konyhát vitt. Ő minden nap főzött. Megvoltak például a napoknak a feladatai. Hétfőn nem nagyon készült új étel, mert akkor megettük a maradékot, ami a hétvégéről maradt. Aztán például szerda az tészta nap volt mindig. A péntek az nem volt húsnap, de a csütörtök, a kedd az már lehetett, és aztán utána rákészültünk a hétvégére, de azért a hétvégeken nekünk például mindig hús volt, mindig volt hús az asztal, nem azt mondom, hogy hús volt az asztal, mindig volt hús az asztalon, mert néha megbotlott egy csirke, vagy a disznóvágásból adódóan volt ott olyan hús. Szinte ez a két hús volt az életem meghatározója. Most is a húshogyasztása, mondjuk a 90%-át ez a két állat adja. Például az, ami vadon termet, tehát ugye a rengeteg gombaféle például azon a környéken. Ilyen túrákra nem indultatok? Ilyen emlékeid nincsenek? Édesapám, aki egy nagyon-nagyon vállalkozó szellemű emberként élte az életét, ő mindig kereste azokat a módozatokat, amikor egy kis pénzt lehetett szerezni a családi kasszába, egy kicsit föltölteni a közgazdász fizetése mellé, és volt az életemnek olyan, hát 3-4-5 éve is talán, amikor sötörön fölébredtünk hajnali 4 órakor, fölkeltünk, fölszálltunk egy már Zalaegerszegre visszamenő buszra, mondjuk 4:30-kor, leszálltunk 6 kilométerre a falutól egy nagy réten, vittünk magunkkal 3-4 nagy bőröndöt, és azt megszedtük csiperge gombával a legelőn. Megszedtük ezeket a bőröndöket, édesapám felszállt aztán mondjuk olyan 6:30-kor vagy 7 órakor arra buszra, ami ment Zalaegerszegre, ő bevitte a piacra, eladta, mi pedig mentünk haza, és mind a ketten mentünk iskolába. Édesanyám tanítani, én megtanulni. De egyébként a nagy, gigászi, gyönyörű vargányákat mindig egy cigányasszonytól vette a nagymamám. Ha el tudsz képzelni egy gyönyörű 40-50 dekás vargányákat, és akkor gyönyörű szépen felszeletelte, damasztabroszt, ki a napra, ott szárította, és akkor így kerültek aztán be a spájzba. Meg hát azért még élő vagy friss valójában is, be mondjuk egy krumpli főzelékbe, most is elcseppen a nyálam. Ott vannak a kolbász receptek, amiket ugye elővettél a családi kalendáriumból, de van-e egyébként azokon túl is olyan étel, amit te mindig ugyanúgy készítesz, ahogy azt például nagymamát készítette?
Hát ez természetes, hát miért változtattam volna meg? Ugyanúgy készítem a paradicsomlevest, ugyanúgy készítem a dödöllét, ugyanúgy sütöm a rétes, ha rétes sütök. Azon a vidéken nagyon sok mártás, mi mártásnak hívtuk a szószt. Az ünnepi étekben is a húsleves után fölszolgálták a főtt húst, külön kivéve a húslevesből, mert a húsleveshez nem nagyon ettünk főtt húst, ki volt a levesből, és amellé dukált a szósz. Paradicsom mártás, kapor mártás, zsömle mártás, uborka mártás, különlegesebb már mondjuk egy egres mártás, de ezek voltak a mártások, és ez volt például a második ünnepi fogás a főtt hús mártással. A lakodalmi sorban jött a rétes, és akkor utána jöttek a nagy húsok. Mondjuk egy ünnepi családi asztalnál azért a rétes az a végére került, hogy a bukta, keltészták. Édes Istenem, most beszéltem édesanyámékkal a múlt héten, hogy a nászasszonya most keltrétest készített a hétvégére, keltrétest sütött, hát ha lehetett volna ilyen transporting, akkor ott lettem volna, és ennél ezerrel. És egyébként ugye, amikor a kolbász recepteket te leporoltad, akkor azokon sem kellett egy picit modernizálni, nem érezted azt, hogy változtatni kéne, azokat is egy az egybe alkalmazod, mind a mai napig? Alapvetően igen, azért a nagyapámék, és ugye a nagybácsim volt a hentes mester, azért ők is paprikás kolbászt készítettek, hiszen a magyar ember az paprikával dolgozik. Érdekes egyébként, ha rápillantunk a térképre, hogy ebben a közép-kelet-európai régióban csak a szlovák és a magyar használ paprikát, mert ha szépen körbefutsz az országunkat körülvevő országoknál, sehol nem használnak paprikát. Se az olaszok, se az osztrákok, se a csehek, se az ukránok, se a románok, esetleg Erdélyben. A paprika az ránk jellemző. Úgyhogy valójában nem kellett nagyon leporolni egy minőségi terméket, csak minőségi húsból és minőségi odafigyeléssel. Az a minőségi odafigyelés azt jelenti, hogy megadod az idejét annak, hogy tudjon megérni. Így lehet elkészíteni. Ilyen minimális változások vannak, hogy esetleg só, már változott egy picit a só annak az ízével, persze, hogy változott egy picit a paprika. Hát én konkrétan egy évig kísérleteztünk, amíg ugyanúgy szinte azt lehetett mondani, hogy vissza tudtuk hozni azt az ízhalmat. Hát azért az egy év az kellett, mert ha megcsinálta egy kolbászt, azt másik nap nem tudtad megkóstolni, hanem kellett várni 4-5-6 hetet, majdnem egy hónapot, akkor megkóstoltad, akkor változtattunk, tehát akkor így jött vissza az az ízélmény, amire azt tudom mondani, hogy tudjuk hozni azt a zalai ízvilágot. Ráadásul ugye a mi kolbászunkban, vagy a zalai kolbászokban van két nagyon különleges fűszer is, ami például az alföldi kolbászokban nincsen, ez pedig a szerecsendő és a szegfűbors. És ez is egy nagyon egyszerű okra vezethető vissza. Akkor, amikor az alföldi embernek a nap 24 órájában 25-öt sütött a nap, és gyönyörű paprikát tudott termelni, és most is azt tudja termelni, akkor az alföldi ember mivel operált? Paprikában. Nálunk, megint csak az alpokaljára jövök vissza, nem volt, soha nem tudtunk olyan jó paprikát termelni, viszont a két világháború között különösen, mondjuk az olasz hatás, a szlovén hatás, ugye akkor még a jugoszláviai rész, aztán az osztrák, tehát itt jöttek azért más ízek is, és ezek az emberek, akik ott kolbászt készítettek, megpróbálták egy picit valamilyen módon izgalmasabbá tenni ezt az ízvilágot. Úgyhogy az én kolbászaim ezt a két kis alapvető gyönyörű fűszert tartalmazzák. Mit tartasz a legnagyobb konyhai sikerednek? Zárójelben mondom, én majdnem jobban szeretek sütni, mint főzni. Akkor, amikor egy tészta úgy feljön, és annak mondjuk megsült a belseje, vagy akkor, amikor egy hús olyan omlós, ahogy azt el tudod képzelni, vagy akkor, amikor megsütöttem az első kenyeremet mindenfajta kemence és kenyérsütőgép nélkül, amikor néztem azt, hogy hogyan alakul, ezek azok. Egyébként képes vagyok a gázszűzhely előtt ülni, és az ablakon befele nézni. Az, hogy mi történik ott bent. És ha legközelebb majd új konyhám lesz, vagy új konyhánk lesz, akkor biztos ezt a sütőt, ezt most már szemmagasságba fogom föltenni, mert most már elfárad a derekam, de például ezt imádom nézni, mert ami ott bent történik, ahogy fortyog a zsír, vagy ahogy egyszerűen ahogy jön föl a tészta, ahogy emelkedik a tészta. És ezek mind nagy élmények. Tehát ilyen kis pici apró élményekből, gyöngyökből épül fel, vagy fűződik fel az élményhalom. Például nagyon nagyszerű volt, amikor volt a vacsora csata, és akkor ott abszolút zalai étel sorral készültem. És azt úgy meg tudtam csinálni, hogy tényleg nagy sikere volt, megnyalták az összesúlyukat a csapattagok, akik itt voltak. Igen, ezek a visszacsatolások is nagyon sokat segítenek. Tényleg, és a fiatok, ő egyébként, Marci mit szeret? A Marci sokkal, sokkal fogékonyabb a konyhai dolgokra, de bizonyára azért, mert egy picit abban is nőtt fel, hogy ugye állandóan itt recepteket nézegettünk, meg olvasgattunk, meg azért a világ abból a szempontból ennek a generációnak már kitágult, hogy
hogy nagyon sok olyan tévéműsort nézhettek, ahol főznek. Tehát ő fejben már megnyerte az összes nemzetközi világbajnokságot. Tehát az összeset, mindent tud. Amikor van, akkor beleszól, hogy azt nem úgy kell, azt nem kicsit, azt legyen melegebb, jó így. És mondta, tessék, álljál neki, hát arra már nem hajlandó sohasem. De egyébként szerintem lenne hozzá érzéke, de ő is ebben a pillanatban még ott tart, hogy ennél jobban szeretnénk főzni. Nagyon köszönöm szépen, jó egészséget kívánok nektek a következő időszakra is, és jó kalandozást akár a motorral, akár egy kicsit távolabbi célpontokon, tücsköd bogarat, ha éppen úgy hozza a sors. És köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm, hogy kíváncsi voltál rá, csókollak.